Jó, mi van, Puzsimán a vibi is lopkodó, mióta elhagyott és lepipált az asszony, úgy gondolok, mint egy én megszálló, és egy gyűlöletet igazságnak átszázó. Ha látná hogy most ez a metaphysika, honboz Béla beledülne a kardjába. Üdvözlök mindenkit! A legújabb adásban a Media vadász egyik munkatársával fogunk beszélgetni, Puzsélnak és Famnak a legújabb minek nevezzem ezt, agymenéseire. De még mielőtt belemegyünk ebbe, egy kicsit felvezetném, hogy hogy kezdődött el ez a történet, és hol tart most. Ugye december elején, tavaly december elején megjelent Puzsérnak egy könyve, Metafizika címmel, és rá egy hónapjára, január elején közítettünk erről egy kritikát. Erre a kritikára rögtön másnap reagált is egy Facebook bejegyzésben Farkas Attila Márton, majd a későbbiekben belemegyünk, hogy pontosan mit mondott erről. Utána viszont ilyen egy-két hónapon keresztül nem igazán történt rá a reakció a Puzsérnak a részéről sem. Viszont ezt néhány héten belül elkapkodták ezt a könyvet úgyhogy nem is lehetett már kapni egyáltalán, és most újra kiadták ezt, és az újra kiadás kapcsán megint újra bereklámozták ezt a könyvet, és feltűnő módon több olyan videó is megjelent Puzséréktól, ahol ugyan nem említik meg a média vadász, de teljesen egyértelmű, hogy rá utalnak, és arra gondoltunk, hogy ezekre készítünk egy reakció videót. Na most néhány ember nekem azt mondta, hogy nem kellene nagyobb reklámot csinálni a puzséréknak, meg konkrétan a könyvnek, mint amekkora reklámot amúgy is kap, de én úgy látom, hogy ezek az emberek hosszú évek óta olyan romboló és hazug dolgokat állítanak a, azzal kapcsolatban, amit úgy általában tradicionalizmusnak neveznek, hogy ezt mindenképpen helyre kéne tenni. Úgyhogy akkor kezdjünk is neki a videónak. Ez egy Apu azért iszik, mert a sírsz nevezetű műsorban hangzott el március 6-án, de csak néhány nappal ezelőtt tették fel az internetre. Egyébként már ezzel kapcsolatban felmerül bennem egy kérdés, érdekel, mit gondolsz róla, hogy milyen címnek tartod ezt, hogy apu azért iszik, mert te sírsz. Szerintem egy ilyen nagyon proli egyfelől, másfelől meg egy ilyen nagyon gonosz ilyen gonoszság sugárzik belőle. És hogy szerintem olyan furcsa dolog, hogy ezek az emberek olyan nagyon mének és komolynak gondolják magukat, és közben egy ilyen címet adnak a, a műsoruknak, mert ugye azért a szavaknak van ereje, és hívó szava is, és hogy mi fajta embereket lehet bevonzani ilyen címmel. Ja, ez egy rájuk jellemző kis nihilista cím, amit humorosnak szántak. Hát van akinek az, van akinek meg nem. Szóval akkor indítsuk el a videót. Jó estét! Na, bulvár helyett. Robi barátomnak sikerült egy olyat elérnie, akaratán kívül, amit szerintem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés ember ért el ebben az országban, főleg az utóbbi években. Két teljesen különböző szélsőséget egy platformra hozott, a metafizikai tradicionalistákat és a tilos rádiós legbelpesti lipsiket. Nem ők a legbelpesti lipsik? Ez most esetben nekem, hogy akkor nem velük azonosítják magukat. Van még a körúton belül még hely. Akik semmiben nem egyeznek, de semmiben, egy dologban igen, és az, barátom elhíresült könyv költeménye a metafizika. Robi, akarsz róla beszélni? Hát ez mindenképpen büszkeség, hogy ellenem meg tud szerveződni a nemzet. <laughs> Na, azért, azért túl Egy zá... nemzeti konszenzus. Az... Ez a famnak már egy ilyen régi veszőparipája, hogy egy ilyen régi nagy aduásza a tradicionalistákkal szemben, hogy valahogy így össze akarja mosni őket a a szélső liberálisokkal. Például olyan alapon, hogy, hogy a szélső liberálisok internacionalizmust képviselnek, a tradicionalisták meg szinte egy nemzetek feletti birodalmiságot, és ennek a nyomorultnak valahogy nem esik le, hogy ez a kettő teljes mértékben különbözik egymástól. Mert amíg mondjuk egy hagyományos. Nemzetek fölötti Internacionalizmus az azt jelenti, hogy a jellegzetességek megtartásával egy azon fölüli egységnek a részeként fogja föl. A nemzeteket úgy a, a modern internacionalizmus az pedig egy alsó szinten minden különbséget elmosó és úgy egységesítő egységről beszél most ők ezt egy ilyen valódi, ilyen lefegyverző ellenérvként gondolják, hogy ha te történetesen azonos dolgokat gondolsz egy veled szemléletileg teljesen szemben álló emberrel, akkor az megsemmisíti a te ideológiádat, vagy a világnézetedet? Tehát, hogyha én szeretem az epret, és egy LMBTQ mozgalmár is szereti az epret, akkor onnantól fogva én hiteltelenné válok? Vagy hogyha mind a ketten utáljuk a szarszagot, akkor ez is már, már arra utal, hogy, hogy innentől fogva nem lehet hitelt adni a szavamnak? Szerintem ez inkább most egy nagyon jó szóló ilyen reklámfogás az apunak az elején, hogy ó, két nagy tábort sikerült összekovácsolni, nem fogjátok elhinni, és akkor igazából az egész csak arra van felhasználva, hogy a könyv milyen rohadt izgalmas. Mi lehet az a könyv, ami ellen két tábor így összejött ennyi? És ugye még ráadásul szerintem ez egy ilyen önigazolás is nekik, hogy hú, hát hogyha ennyien és ennyi oldalról betámadtak minket, hát akkor biztos pintottunk valami nagyon fontosra. Pontosan, akkor ez egy nagyon jelentős valami, ami egyébként sajnos nem igaz a könyvre. Na, figyelj, azért, azért ne essél... Az igazán fontos Jó, ügyekben múlt... meg tud teremtődni a nemzeti konszenzus. Na, erről, ez beszél... is ez erről beszéltünk a múltkor a narcisztikus személyiségek kapcsán. Itt valószínűleg saját magukról beszélhettek, igaz? Tehát azért ne esélj ilyen hatalmas túlzásokba. Nem az összes törzs esküdött össze ellened hanem két nagyon-nagyon különböző. Érted? De mind a igen. kettő marginális szubkultúra ma már. Igen. Most ez a másik dolog, amit több videóban is visszahallottam fam hogy a tradicionalisták azok egy jelentéktelen szubkultúra képviselői. Most elsősorban azt kellene tisztázni, hogy a olyan, hogy a tradicionalisták, ilyen nincsen, mert vannak olyan emberek, akik a hagyományos szemléletnek a képviselői. De hogy milyen árnyalatokkal és milyen hangsúlyokkal képviselik ezt, az egyénektől függően teljes mértékben eltérhet. Úgyhogy már önmagában óriási hibát követnek el azzal, hogy teljesen egy ilyen homogén masszaként gondolják el ezt az egészet, és akkor úgy állítanak róla a dolgokat, ráadásul úgy, hogy másod vagy harmad kézből hallanak vissza bizonyos információ töredékeket és abból már így összeállítják maguknak, hogy akkor ez micsoda. Igen, és hát annyira marginális, hogy 25 éve erről beszél egyébként. Eleve nagyon töredékesek az ismeretei, azt a cikkeiben legalább három cikkel foglalkozott ezzel a témával, meg ráadásul még több ilyen műsorban is részt vett, ahol szintén így ostorozza a tradicionalistákat. Ezeket is eltorzítva interpretálja, amiket meg úgy szeret benne, majd erről később beszélni fogunk, azt, is így, azt meg így elhallgatja. Nagyvonalúan, igen. Tehát azzal kapcsolatban még, hogy marginális ez a kör, azt azért el lehetne mondani, hogy rengeteg kiadó jött létre, és ezek a kiadók nem úgy jöttek létre, hogy egy ilyen, nem tudom, ebben a körben ez a trendi, hogy az számít valakinek, akinek kiadója van, hanem egy ilyen komoly célt jelölnek ki maguknak az egyes kiadók nagyon igényes és fontos könyveket adnak ki, esztétikailag is szép könyvekről beszélünk. A másik dolog meg, amit meg akartam említeni, ezzel kapcsolatban, hogy szubkultúra. Hát, hogy a szubkultúrával kapcsolatban van nekem egy olyan képzetem, hogy az arról szól, hogy vannak ilyen lehatárolt kis közösségek, ilyen véd és dac szövetségek, akik így egymást erősítik meg a saját szemléletükben, és ellenünk van a világ, de mi összetartunk, Ilyen dolgok is hozzátartoznak, de ez a kör, meg szerintem pont nem tartozik ebbe bele, mert itt egy ö, olyan fő cél lebeg az emberek előtt, hogy értékeket sugározzanak be a társadalomba, és lehetőségükhöz mérten áthassák. És szerintem ez azért eléggé sikeres. Most mondok egy példát, ami egy picit ambivalens példa, de azért rámutat arra, hogy milyen hatása van a tradicionalizmusnak Magyarországon, hogy több parlamenti képviselő kapcsán hallottam olyan hírt, hogy egyébként Evola könyv, meg László András könyv ott virít a polcukon. Most az más kérdés, hogy ebből vajon ők mennyit értettek meg, de az, hogy odáig eljutott a könyv, tudnak róla és olvasnak róla, azért az valamit kifejez. Ugyanígy említhetjük egyébként Seyed Hossein Nasr személyét, aki Washingtoni Egyetemnek most már nyugalmazott professzora, és egyáltalán nem lehet azzal megvádolni, hogy ő ilyen szubkultúra szinten képviselte volna a perennialista nézeteit. Érdemes utána nézni a munkásságának. hogy egyébként egy muszlim ember volt, de nagyon kiemelkedő és nagyon szellemileg gazdag az, amit adott. Nem tudom, hogy a Washingtoni Egyetem az mennyire számít szubkultúrának, de szerintem nem. Vagy negy. például a most már harmadik Károly Király által megalapított iskola, ami a temenos Egyetem névre hallgat, és ott kimondottan ö, tradicionális ö, és tradicionalista stúdiumokon vehetnek részt az emberek. Harmadik Károlyról sok mindent el lehet mondani, de hogy egy olyan ember lenne, aki egy ilyen szubkultúrához tartozik, az, az kevéssé. Hát nem ezt Farkas Attila Márton szeretné nagyon, hogyha ez egy jelentéktelen szubkultúra lenne, és ez is igazából csak az agyonhallgatásnak a része, amit csinál, meg a marginalizálásnak, amit ezzel a körrel kapcsolatban folyamatosan végez évek óta. És Robin. ők se esküdtek össze ellenet, hanem kb. hasonló a véleményük a a könyvedről. Itt azért megegyezném, hogy az, hogy ugyanaz a véleményed, az nem azt jelenti, hogy ténylegesen is ugyanazt mondod meg ugyanaz a problémád vele. Hát ez de az alapvetés. De megintem. ugye ebbe nem mennek bele, hogy én milyen alapon kritizálom őket, meg a másik oldal mi alapján kritizálja őket, mert abból azért kiderülne, hogy nagyon is nem ugyanarról van szó. Ugyan, hát igen, ugyanaz a véleményük, még pedig az, hogy nekem ehhez, hogy hogy a faszba van jogom? Nekem egyébként itt a Puzsér idegesnek tűnik. Jó, ezzel nem mondok újat, mert elég sokat szokott idegeskedni, de hogy úgy látom rajta, hogy azért tényleg felbaszta az agyát, hogy hogy embereknek ez nem tetszett. Tehát mintha erre nem számított volna, vagy mintha betaláltak volna bizonyos dolgok, amiket mondtunk róla. Igen, ezt a két csoportot szerintem még úgy elmenedzselgeti, hogy jó, hát a, a... Egyik marginális, tilos a másik marginális, tradicionalista. Ezt így még el tudja kezelni, ezt a két válságot, de ha mondjuk jönne mellé egy harmadik kritika valahonnan, ami mondjuk úgy, hogy ezekkel a csoportokkal is akár egyenértékű ismertségű, az már lehet, hogy sok lenne neki. Eleve, hogy a faszba van jogom egy képes könyvet úgy nevezni, hogy az metafizika, mikor azt jól tudjuk, hogy az egy van egy olyan arány minden oldalon, hogy a főső 60% a szöveg, lehetőleg ilyen számokba, meg ilyen pontokba szedett szöveg, és alatta, meg a körülbelül 30 35 a az oldalnak az alábjegyzet, meg a hivatkozás, meg ezek, mert így néz ki egy tudományos munka. És hogy ez nem tudományos munka, de a ö, nevezéke az mégis olyan, mintha ez ilyen tudományos munka lenne, mint egy tudományos munkától elvárás, hogy így hívják. De nem így néz ki egy tudományos munka küllemre. Szerintem egyáltalán Így egy nem, családi biblia Egyáltalán néz ki. nem emlékeztet, ö, egyáltalán, de tényleg egyáltalán nem emlékeztet engem se egy ö, tudományos, tudományos se... folyóiratban megjelent... Ö, É, é, tanulmányra. Valóban vannak ilyen könyvek, amikről ről Puzsér beszél, például ott van Ananda is, és Kumaraszvaminak a könyvei. Egymás között is szoktunk nevetgélni azon, hogy időnként a lábjegyzetek, mint hosszabbak lennének, mint a főszöveg. De ez nem jelenti azt, hogy csak ilyen könyvekre lennénk nyitottak, vagy csak ilyen könyvekben lehetne elmondani a lényeget. Nagyon sok olyan tradicionális vonatkozású könyv van, ami sokkal irodalmibb, és mégis nagyon szeretjük, és mégis uh, nagyon uh, lényegre tűrő lehet. Ilyen például egyébként Hanvasnak a Sziencia Szakra című könyv, ami nagyon irodalmi, és uh pont az a szépsége, hogy nem feltétlenül elméletben vezet rá arra, hogy van itt egy ilyen mélyebb igazság, hanem egy ilyen esztétikai élményt, meg egy hangulatot is át tud adni általuk. Nekem a személyes kedvencem a 10% törzs szöveg, 90% lábjegyzet, de mindegy. A média esz kritikájában sehol nem hangzott el, hogy nekünk azzal lenne bajunk, hogy hol a lábjegyzet a könyvből. De köszönjük az észrevételt. Mondjuk az egész, egész érvelésük egy ilyen hamis dilemmán alapul, meg egy ilyen szalmabáb érvelésen, hogy nem azt támadják, ami egyébként a mi kritikánk volt, meg nem is azt a kört, a, 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 akik egyébként valójában mi vagyunk, szóval. Ráadásul ez egy irodalmi cím, hogy metafizika, tehát... Tehát azért, ezt jó lenne tudnunk a instant, hogy ez egy irodalmi cím, tehát ugye, mint Arisztotelésznél is csak egy irodalmi cím volt a metafizika. Fama semmiből így előránt ilyen magvas igazságokat, és azokat így oda hányja a követő aztán kezdjenek vele valamit, és ez nagyon jellemző rá, ilyen visszatérő elem, hogy nem fejti ki dolgokat, csak úgy hallott tőle, és hú, de mélyeket mond ez a fam, érdemes rá odafigyelni. De közben meg lehet, hogy nincs is mögötte semmi, tehát hogy valójában nem is tudná úgy érdemben megmagyarázni, de olyan jól hangzik, és fogadjuk el, hogy ez így van. Ezt rá kell bíznunk, hogy van neki ott még ahonnan ez jött, de ne firtassuk annyira, csak bízunk benne, hogy az, amit ő de ez megalapozott. Azt hiszem, hogy a kutyámat nem bíznám ez erre a két emberre együtt. <laughs> 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 Jó, van neki tartalma világos, de nem azonosítod a <laughs> Igen, de szerintem műfajjal... nem a, pont, pont, nem a tartalma a metafizika, hanem tudod a közelítés módja. Pont nem a tartalma. Jó, hát végül is van egy címe, meg van egy tartalma. Hát most a tartalma az nem egyezik a címmel, az semmi baj nincsen. Tehát ez egy, így, így kerek a világ, hogy kiadok egy könyvet, annak van egy címe, meg van egy tartalma. Ki, ki, ki a kőbe, hogy ennek a kettőnek amúgy egyeznie kell? Mutassák meg, melyik könyvbe van leírva. Jó, mondjuk azért nem tudtuk, mert nem volt ott a cím alatt mindjárt a borítón lábjegyzetben hogy irodalmi cím. Mert ha ott lett volna, akkor nem gondoljuk azt, hogy a tartalma is erről szól. Egyébként meg most elmegy az ember az 5. órán tudományi egyetemre előadást tartani, metafizika címmel, és mondjuk a pszichológiáról, meg a lélektanról és a gyebekről beszél. Nem tudom, tehát hogy meglepődik utána, ha megkérdezik pára, hogy bocs, Robi, de ebbe hol volt a metafizika, vagy ez most miért metafizika címet viselt ez az előadás? Tehát ezt úgy mondja, mintha ez egy ilyen maradi kötekedés lenne, hogy valaki egy cím után valami tartalmat is remél egy adott könyvbe. Ráadásul több videó is, mint említettem, megjelent vannak kapcsán, hogy újra kiadták a könyvet, és azokban azért elég egyértelműen látszik, hogy ő erre elkezdett reagálni, és valahogy meg akarja magyarázni, hogy, hogy tulajdonképpen többféle metafizika van, és ez csak egyfajta metafizika, amit ő képvisel. Tehát, hogy valahogy talán, ha nem is nagyon tudatosan, de azért ő is ráébredt arra, hogy ahogyan fellépett ezzel a címmel, az nem volt teljes mértékben korrekt a másik társaság, ezek a úgynevezett metafizikai tradik, tradicionalisták, no. ez a László András iskola. Velük egyébként én vívtam annak idején ilyen teljesen reménytelen harcot, és egyáltalán nem is értem, hogy a francér álltam bele ilyen hülyeségbe. Ma már nagyon szégyellem azt amúgy. Szerintem akkora egoista mind a két ember, hogy én, én vívtam velük harcot akkor, amikor még te Puzsér barátom még meg se születtél. Már én akkor harcoltam ezekkel, de rájöttem, hogy hülyeség volt. De megint nem derül ki, hogy miért tartja hülyeségnek, azért, mert rájött, hogy fasságokat beszél, vagy ő arra jött rá, hogy nem lehet párbeszédet folytatni ezekkel az emberekkel, vagy még ki tudja, mire jött rá. De csak ennyit, aztán kezdje megint vele valamit, hogy ő, ő ezt már megbánta. Én ott voltam, Gandalf én ott voltam három ezer évvel ezelőtt. Megint nem derül ki semmi, csak az, hogy megbántad, de hogy miért, miről szólt ez a vita, ez, ezt úgy nagyvonalúan elhallgatja, nem fontos most. Azt is nagyvonalúan elhallgatja, hogy vajon kezdetben egyáltalán miért kezdett el írosgatni ilyen lejáratú cikkeket róluk. Vajon nem megbízta valaki, esetleg? Én nem állítok semmit, én csak kérdezek. Ja, én is csak kérdezek, de érdekes volt, hogy hirtelen nagyon nagy problémája támadt ezzel a szellemi körrel, ami egyébként kutyának nem ártott, de mindegy. Vajon nincsen neki egy olyan többé-kevésbé megfogalmazott uh, szerepe a magyar társadalmi életben, hogy a szellemi dolgok iránt érdeklődők figyelmét elterelje ilyen kevésbé lényeges és uh, társadalmi jellegű kérdések felé? Hát nem tudom, hogy van-e ilyen megbízása, az biztos, hogy hozzájárult ehhez, ha van, ha nincs. Aki tényleg érdekel, hogy konkrétan miről szólt ez a vita, az a videó alatti linkekre kattintva elolvashatja Molnár András két válaszát FAM rágalmaira. Ők a metafizikusok. Igen. Egyébként egy csávó kitett valami szart a YouTube-ra, és ő, ő, például komoly filozófiai évnek hozta ellened a könyved ellen, hogy velem haverkodsz. A szó szerint így történt. Nem is, ehhez nem is tudnék mit hozzátenni. Azon kívül, hogy egy kurva nagy hazugság az egész. Ez is nagyon beszédes, hogy famnak a videóból az a rész maradt meg, amikor róla van szó. Igen, igen. Jó, hát ez érthető. Ez egy érdekes ember. Ön maga számára is. Sőt, valójában nincs is más érdekes ember rajta kívül. Ez egyszer megemlíthetnéd, hogy milyen jól áll neki az a napszemüveg, amit minden alkalommal hord, szerintem még a klotyón is rajta van. Famnak volt egy Facebook bejegyzés, amit említettem a média vadász videóról, szóval mindjárt felolvasok pár részt belőle. De ezután kényszeresen kerülik mind a ketten azt, hogy a médiavadász nevet megemlítsék. Tehát egy csávó, egy csávó, aki a Youtube-ra valami valamit felbefögött, megnézték hárman. Hát 11 ezer követője van egyrészt a médiavadász csatornának, amit ez úton is köszönünk szépen. És a videót is megnézték tízezeren a Youtube-on. Más esetekben töredék elérése van egy videónak, és már is így felmagasztalják. Itt meg ilyen meglepő módon nem merik kiemelni ezt a nevet. Úgyhogy egyébként ők a szólásszabadság hívei mindenki elmondhatja a véleményét, de valahogy itt azért mégis azt érezték szükségét, hogy elhallgassák. Mm, hát azért a reklámozásnak nem hívei, tehát maradjunk ennyiben, hogy a média vadász nevet, azt semmit nem mondják, meg sem a, nem is tudom, hol beszélt a Puzsér még a könyvéről, de ott is kerüli, mint a tüzet, és úgy eltereli itt is, meg ott is, hogy a Hát a Mandineren volt valami tradicionalista kritika, de ez majd úgy is jön még, és akkor ott kitérünk rá, hogy ez a Mandiner az valójában a médiavadász. Egyébként a Mandineren is jelent meg kritika a könyvvel kapcsolatban, de hát az egyáltalán nem azokon az alapokon, amiket uh, itt felsorolnak. Tehát nem tradicionális elvek alapján kritizálták. Én nem találkoztam egyébként ezzel a fajta tradicionalista kritikával, de. Hát én van... igen, a Mandineren jelent Mandíneren. meg, igen, igen. A videóban megemlítem famot és a műsorukat, ahol tradicionalistának nevezett embereket kritizálnak, meg gyalázkodnak, de ezt azért mondtam el a videóban, hogy kontextusba helyezzem azt, hogy milyennek az előzménye, hogy Puzsér megírt egy ilyen könyvet. Hát abból, hogy ők korábban beszéltek ezekről a tradicionalistákról, az derül ki belőle, hogy tudnak a létezésükről, még hogyha nem is ismerik behatóan, valószínűleg egyikük sem igazán foglalkozott vele, és olvasott el elejétől a végig egy metafizikai művet, vagy ha elolvasta, akkor semmit nem értett belőle. És ez valószínűleg a fam volt egyébként, a Puzsérról nem feltételeznék ilyet. Puzsérnál sok esetben úgy tűnik, hogy fogalma nincs az egészről, és minden csak kb. famtól tud erről a társaságról. Na a lényeg az, hogy én ezekről azért beszéltem, hogyha ők már tudnak -e erről az egészről, hogy van Magyarországon egy olyan kör, akik nagyon komolyan foglalkoznak metafizikával, sokkal komolyabban, mint ők azt álmokban is gondolnák. Ennek ellenére Uzsér úgy tesz, mintha nem is létezne ilyesmi, és mintha nem is kéne reflektálnia rá. Egy részről igen, más részről meg hát mondhatná azt is, hogy hát sajnálatos, hogy a, hogy a metafizikai tradicionálitással foglalkozó kör, egy kritikát fogalmazott meg a könyvemmel szemben, mert én nagyra becsolom azt egyébként, amit ők képviselnek. Nem értek egyet a kritikájukkal, nekem ez egy irodalmi mű volt, nem egy tanulmánykötet. De egyébként azt mondhatná simán erre, hogy ő értékeli egyébként, legalább részeiben ezt az egész szemléletet, de ehelyett csak a feketítés megy, meg csak az agyonhallgatás, meg á, ne is beszéljünk róla, mert Szóval lássuk akkor Márti voltnak az egyik Facebook bejegyzését, Médiavadászról ír. Arcukat és nevüket nem vállaló, képzetlen, ostoba és gyáva alakok a olyan önhergelő, szellemi talponáló köpködője. Most ez az apuról érte, vagy ez most kire vonatkozik? Valójában csatornából még előse mászó patkányok, akik levedlet, kígyóbört rákcsálnak. Lost his cool. Kicsit uh, úgy látom, hogy az embernek el, elgurult a gyógyszer. Azért itt hirtelen az a, az a híres famos lazaság, meg flagmaság az úgy nyomokban sem tetten érhető. Kicsit olyan sorokba szorított állatként. Oda-oda <laughs> maró, harab, álló, hogy én is valami állatos hasonlatot mondjak. És ráadásul azt is mondja, hogy László András féle tradicionalista iskola legszéle. Tehát ugye különböző szintjei vannak ennek az iskolának, és ez a legalja. Ez nyilván. És kényszeresen itt is megint kerüli, hogy a videóban bármiféle állítást úgy ő, cáfoljon, vagy legalább kitérjen rá. Ebben ez a legérdekesebb, hogy a médiavadász kritikáinak a tartalmáról egy szót nem mond, azzal van baja, hogy kiktől jött. Kész. És ez azzal, hogy ez, ezt elmondja, hogy Alászló András fél a tradicionalista, idézőjelbe, idézőjelbe iskola, ez, ez egy lefegyverző erejű és megsemmisítő erejű érv, és nem kell semmit felsorolni abból a kritikából, ami elhangzik. Egyébként belinkelhette volna, csináltott volna ő is egy kis reklámot nekünk, nem tudom miért spórolta meg, na mindegy. <laughs> hm. Ez volt a legszofisztikáltabb. De mondja ezt Fam, aki úgy, úgy általában a szofisztikáltságáról híres. Sőt úgy, hogy ebben az előadásban mindjárt fél óra múlva arról fognak beszélni, hogy melyek a legcsúnyább magyar csúnya szavak, amit egyébként nagyon élveznek. És úgy látszik, hogy körülbelül ez a színvonal való nekik. Vagy baszni mint főnév igené. Hogy az a legcsúnyább? Az az egyik. Igen. A másik az a geci. Igen. A harmadik az a fasz. De egyébként nagyon nosztalgikus volt látni azt a részt, mert én, miért mi is csináltunk általános iskola alsóba, hogy összegyűjtöttük, hogy milyen csúnya szavakat tudunk, azokat rangsoroltuk. Na most náluk az van, hogy ők privilegizálták ezt a fogalmat, hogy metafizika. Az nekik szabad. És pedig egy célhámosság alapján, mert hogy nem is ugyanazt értjük metafizika alatt. Ez az egyik legközpontibb dolog, hogy most akkor szabad-e ezt a metafizika szót használni Puzsérnak, és hogy mit kell érteni alatta. De igazából senki nem mondta azt, hogy ezt a szót ő nem használhatja. A probléma azzal van, hogy nem helyezi ezt a szót a könyvében megfelelő kontextusba, és hát azért Puzsér elég sok embert elér, és az, hogy milyen gyorsan elkapkodták a könyveit, abból is látszik, hogy milyen hatást tud gyakorolni a magyar érdeklődők egy körére, hogy emiatt sokkal nagyobb körültekintéssel kellene lennie arra, hogy ő mit mond. Akkor valahogy utaljon a címben, vagy az előszóban arra, hogy ez valamiféle privát metafizika felfogás. Magyarországon van egy olyan kör, akik nagyon komolyan foglalkoznak metafizikával, emellett még egyébként a filozófiai szinten is van egy olyan ágazat, amit metafizikának nevezünk, meg egyébként ezogagyi szinten is beszélnek metafizikáról. Egy ilyen embernek, aki ekkora hatást tud kiváltani az emberekben, erre tekintettel kellene lennie. És ő erre nem volt tekintettel, és utólag sem ismeri be igazán, hogy ezt mondjuk ezt benézte és elrontotta. Sőt, egyébként itt mondja, hogy szélhámosság történt, mert hogy nem is, nem is ugyanazt értjük a metafizika alatt, de hát Könyörgöm, amikor valaki valaminek mutatja magát, vagy azt, amit alkot, és aztán megkérdezik, vagy számon kérik rajta, hogy ez most az-e vagy sem, akkor általában a szélhámosnak azt az ember szokták mondani, aki átveri a tömegeket azzal, hogy ő valamit prezentál, adott cím alatt. Lásd, most mondjuk ő a Metafizika című könyvével. Ami miatt még a metafizika használata ellen így felszólaltam, az az, hogy a szavaknak van egy eredendő értelme. És főleg egy ilyen hagyományos megközelítésből nagyon jelentős dolog, hogy mennyire figyelünk oda, hogy a szavaknak az eredeti értelmét megőrizzük. És azzal, hogy valaki Metafizika címmel ad ki könyvet, és közben meg nem arról beszél, akkor egy fogalom rontást hajt végre, akár szándékos, akár nem szándékos. És ezzel ellen mindenképpen harcolni kell, rá kell világítani, hogy itt egy ilyen torzítást hajt végre. És ugyanilyen szó például az ezotéria. Manapság, amikor azt mondjuk, hogy ezotéria, akkor boszorkányokra gondolunk, rontások levéterére gondolunk, vagy átkokszúrására, vagy asztrológiára, taróra. Hát leginkább New Age-hez köthető, fölhigított hagyománytöredékekre. Miközben valójában a hagyományos tanításoknak a leglényegibb értelmét jelenti. Hoppári, azért nem teljesen ugyanaz. És ezekre olyan embereknek, meg főleg akik szellemi dolgokkal foglalkoznak, nagyon nagy szükség van arra, hogy, hogy ezekre odafigyeljenek. Ők tradicionalisták. De az mit jelent? A Hanvas Béla is tradicionalista. Csak hogy nagyon más értelemben tradicionalisták. A Hanvas Béla, és ők ezen a szélhámosságon hívják ki, meg privilegizálják ezt a fogalmat, meg ezt a fogalomkört. Az ő értelmezésük, ez a László Andrási értelmezés, ami a sok, sok tekintetben hasonló, mint a Julius evoláé. Amiről most nem fogunk beszélni bővebben, mert fingunk nincs róla, hogy valójában mi az. Hát az, hogy, ugyanez, igen, orcs, az ugyanez. Igen, 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 hogy, 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 hogy valaha volt egy hősies kor, amikor a vér és a tradíció, és a, a, az, a világrendbe ö, táplált, és a világrend rész, részeként. Figyelj, már, miről makog ez az ember, mert hogy nem a tradicionalizmusról ez egyszer, hétszer. <laughs> Hierarchia. Ősi és szent hierarchia Szép uralta veledem. a világot, amikor, a, amikor a, a vérnek fensége volt. Egész Ferenc Józsefig. Továbbra sem tudom, hogy miről beszél, de szerintem most találja ki. És valójában annyira Habsburgisták, nem a Habsburgisták, labancok, miközben a igen, Orbán igen. Viktor kurucos kormányzást igen, vagy ő, Igen, igen, hát igen. Egyik se igaz, de valójában. Eltű, tehát, hogy mondjam, marginalizálódtak, ők a jobbikba voltak, a régi jobbikba gyerekek. Na mindegy. Na, igen. És, és, ez, ez egy világnézet, és elsőrendűen egy politikai program. Egy politikai ideológia, egy politikai szemlélet, egy politikai gondolkodás. Hát, történelminek mondanám, hogy nem. Történet filozófiainak a szó nagyon tág értelmében. Annak vannak politikai lecsapódásai. A történelem filozófiai nem. Ennél jobban nem kell szerintem ebbe belemenni, mert egyébként minden teljesen. Közel járt a puszi, csak egy pici pontosításra még szükség volt. Nem politikai, hanem történet, filozófia. Hát azért ez egy kicsit másról van szó. Olyan szinten, hogy hát aki nem tudná, akkor most közöljük vele, hogy a tradicionalizmusnak csak egy ilyen alkalmazott területe a politika. Egyáltalán nem olyan központi kérdés, mint ahogy ezt ők ketten megpróbálják itt beállítani. És sokkal távolabb van az aktuál politikától, mint amennyire megpróbálják beállítani. Számos kiadványt tudnánk megemlíteni. Például a Evolára mondjuk térjünk ki. Ugye nagyon szellemesnek szánt cikkében, cikkének a címe vannak az volt, hogy az Evola vírus a beteg nemzetesben. Ha ha, 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 nagyon vicces. És akkor Evola neki egy ilyen fasiszta ideológus, aki Kb. egész életében csak politikával foglalkozott, leszámítva korai dadaista korszakát, amit ő... Tudtad egyébként, hogy Evola dadaista költő volt? Ezt sokan nem hát, tudják. És valahogy, mintha utána megzakkant volna, és akkor onnantól fogva ilyen őrült ő, politikai eszméket vizsgált. Tehát, tegyük hozzá, hogy Evola magát a fasizmus is egy könyvben kritizálta, tehát már emiatt önmagában teljesen nevetséges az, hogyha őt a fasiszta jelzővel Együtt említik, másfelől pedig sokkal több a kimondottan hagyományokkal foglalkozó könyve. Tehát ott van a buddhizmusról szóló könyve, ott van a hermetikai tradícióról szóló, a jogával kapcsolatos korai filozófiai munkája, amiben semmiféle politika nincsen. Hogy a szexualitás metafizikájáról van egy könyve, és az tényleg metafizika. Ezt egyébként a videóban szóvá is teszem, hogy Puzsér egy ilyen alacsony rendű, ilyen freudi, meg darwini szintre le levívve a dolgokat, beszél a szexualitásról, miközben ott van egy teljes, egy elég vastag evola könyv, ahol a szexualitásnak nagyon komoly metafizikai távlatait mutatja be. Tehát vannak olyan fogalmai eh, Puzsérnak a könyvében, ilyen például a játék és ilyen például a szexualitás, ahol sokkal mélyebb merítésű is lehetne a kifejtés, és ezekbe be, rendre bele törik a bicskája. Nem az itt a probléma, hogy nem eléggé tudományos a mű, hanem nem eléggé mély a mű. Tehát nem veszi észre azt, hogy közönséges, meg teljesen hétköznapi emberi jelenségek mögött is rendkívüli metafizikai táblatok rejtőzhetnek. Tehát fölkelt egy érdeklődést, amit aztán meg nem elégít ki. Tehát bármennyire is szeretnék politikainak, csak politikainak beállítani ezt a nézetet. Ugyanígy beszélhetünk az Ars Naturae folyóiratról, ami ökofilozófiai, és egyébként nagyon is figyelemre méltó e, e tekintetben. Meg összességében a legtöbb műről, ami vallásfilozófiai, vagy hagyományokkal foglalkozik. Ezen belül a politika egy harmada körülbelül. De nem is az a lényeg, hogy mekkora százalékban jelenik meg a politika ezen belül, hanem a tradicionális gondolkozóknak az érdeklődésének a fókuszában nem a politika áll. Azok, akik hitelesen képviselik a tradicionalitást, azoknak a fő kérdés az, hogy, hogy hogyan lehet eljutni Istenhez. Miben áll Istennek a léte, és hogyan lehet ahhoz eljutni? És az, amikor valaki egy ilyen szemléletet a magáival tesz, annak lesznek alkalmazott területei, és valóban az a nagy helyzet, bármennyire is tetszik vagy nem tetszik az egyeseknek, a politika is egy olyan terület, amelyet át lehet hatni ezzel a tradicionális szellemiséggel. Sőt, igazából pont ezt képviseli ez a szemlélet, hogy alapvetően az szintén a szellemnek a működési területe volt, nem egy elszeparált dolog, amivel egy mai modern értelmiséginek ciki foglalkozni, vagy szennyes dolog a politikával foglalkozni, mert hát azért én gondolkozó ember vagyok, ilyenekben nem folyok bele. Hát miért ne lehetne egy értelmiségi embernek politikai szemlélete, politikai, elvei. Szerintem az egy impotencia egy emberben, amikor azt mondja, hogy ő csak azért nem foglalkozik a politikával, mert nem mer a felé fordulni. Miért nem lehetne? Arról nem is beszélve, hogy mind a két fazon keményen politizál. Puzsér az olyan szinten, hogy még a mesteri választáson is elindult, tehát már csak ennek fényében is eléggé furcsa, hogy a gyakorlati szinten sokkal konkrétabb dolgokat tett, mint azok, akik kritizálják. Pont neki van az a baja? hogy emberek euh, politikával foglalkoznak? Most csak egy példát mondok, ott van Molnár Tamás magyar származású filozófusnak a könyve, a Politikum és Szentség, abban elég sok példát felhoz azzal kapcsolatban, hogy ez a két terület régen nem vált el egymástól. És miért ne lehetnének a mai világban is olyan emberek, akik ezt képviselnék, hogy a politikai hatalmat és a szakrális hatalmat azt euh, ideális esetben meg megint egyként kellene kezelni. Vagy hogy egy még egyszerűbb, vagy ismertebb példát mondjak, Platón ugyanúgy foglalkozik politikával több művében is. Most akkor ő filozófusként emiatt hiteltelenebb, mert a politikáról írt. De ott van ugye Arisztotelész, aki pedig Nagy Sándornak volt a mestere. Aki szintén nem azt mondta neki, hogy jó van Sándorkám, akkor tedd le szépen a láncsát, és akkor ülj ide fehér tógába mellém. Egyébként van ebbe a metafizikai tradicionalizmusban egy olyan vonalat, Mit tudom, ott volt a René Génon, aki muszlim hitre tért, és egyébként szabad is volt, tehát elég vegyes társaság. De tudod, a szufizmus megragadta, tehát van egy olyan vonulata, hogy a különböző vallások misztikáinak, ezt egyébként osztom, ezt a nézeteket osztom. És különböző vallások misztikáiba van valami közös valami, és akkor metafizikai akármi, De mindegy, nem ez egy, inkább a be, lényeg, lényeg, lényeg. A unalmas kész, tehát igazából am amikor elkezdene arról beszélni, hogy egyébként a tradicionális szellemiség az azt jelenti, hogy a hagyományoknak a Szent irataival és azokban rejlő ideákkal foglalkozik, hát akkor gyorsan, gyorsan elkanyarodunk ettől, mert ezt azért már kár, kár lenne tovább forszírozni, ne untassuk ezzel a közönséget. A vallások transzcendens egysége, ez egy olyan gondolat, amire itt, itt már a beszélgetés vége fele eljut fam, ami egy ilyen bevezető alapgondolat egyébként a tradicionális gondolkozásban. És akkor itt lehetne mélyebben kifejteni ezeket a dolgokat, hogy vajon miért van az, hogy a vallásoknak az ezoterikus ö, mélységeiben Valahogy ugyan, ugyanabba az irányba mutatnak ezek. De miért van ez, és hogyan van ez, és hozzon rá példákat, és miért izgalmas, és miért ért egyet. Miért nem fejti ki ezt a közönségének? Olyan? Azért nem, mert tudja, hogy milyen színvonalon áll a közönsége, és tudja, hogy ezt a szintet nem tudják megütni. Vagy arról van szó, hogy őt magát sem igazán inspirálják ezek a mély témák, és talán nincs is akkora ismerete ezzel kapcsolatban. Vagy talán mind a kettő. Sőt, úgy, hogy egyébként, ha jól tudom, ő egyiptológus végzettségű, de a buddhista főiskolán is végzett, de egyébként magát valamilyen módon kereszténynek vallja, ami egyébként ennek köze nincs a tradicionális <laughs> gyakorlathoz, tehát ilyet senki nem mond, hogy ez a helyes, de az érdekes, hogy ő egyébként a saját életében több hagyományjal foglalkozik, akkor fölmerül a kérdés, hogy neki mi baj van azokkal az emberekkel, akik szintén ezt teszik, mondjuk azt nem javasolják, hogy több hagyomány útját járja az ember egyszerre. A másik dolog, amit még érdemes megemlíteni, hogy itt Génont megint nagyon szépen elkezdi marginalizálni, ahogy szereti mondani. A René Génonról röviden annyit érdemes tudni, hogy egy szellemileg nagyon mélyen orientálódó ember volt, és az, hogy az ő életében belépett a szabadköművességbe, vagy egyéb okult körökkel kapcsolata volt, és aztán végül Kairóban élte az élete hátralévő részét muszlimként, ezekkel nem lehet leírni az ő munkásságát, vagy szellemi örökségét. Tehát meg kell ismerni, Itt számos nagyon fontos és nagyon figyelemre méltó műve van a hinduizmusról, a szakrális szimbólumokról, a beavatás ideájáról, a modern világ válságáról, aminek azonos a címe is, és a amit László András a Biblia után második legfontosabb magyar nyelven megjelent könyvnek mondott, az a mennyiség, uralma és idők jelei. Ezek a könyvek értéke nem söpörhető le annyival az asztalról, hogy hát ez unalmas, meg génont megragadta a szufizmus. Hát génon muszlim emberként élt, de még ez sem kellő mélységű kifejezése annak, hogy ő milyen mély szellemi orientációt képviselt és adott át a műveivel. És egyébként a, úgy tudom, hogy ráadásul ott már-már egy ilyen szent emberként tisztelték őt a szúfi körben. Hát mert úgy megragadta a szufizmus. És akkor ebből annyi derül ki, hogy amit a fam elmond Génorról, hogy hát ilyen furcsa ember volt, hogy szabadkönyves is volt, és úgy hobbiaként így néha foglalkozgatott szúfizmussal. Tehát ezért Távol áll az igazságtól. Hogy amiben ők vannak, ez egy fentezi, Egy olyan fentezi, amikor a hősies korban, amikor még a a, a, hősök, a koronák, hősök, a hősök kora. Ma megint valamiről mesél ez az ember, csak nem tudom, hogy miről. Egyébként pont az előző podcastban beszéltünk arról, hogy mekkora különbség van a valódi vallás, meg a fantazi között. Úgy tűnik, nem látta ezt a részt. amikor a az le... Igen, amikor a. A legmagasabbak, vagy a, leg, a királyok, meg a hercegek, azok voltak a legvitézebbek a csatában. Nekik volt a legnagyobb, legnagyobb bátorságuk a csatában. Ők voltak a legkiválóbbak mindenben, és ez, ez így szervesült a világban. Pont, pontosan erről van szó. Igen, én ehhez nem is tennék hozzá semmit. Hiánytalanul elmond mindent, igen. Tulajdonképpen olyan, mintha a múltba vetítenének olyasmit, amit a keresztények, úgy általában a jövőbe szoktak vetíteni hogy, hogy, hogy amikor, a, amikor, az isteni világrend megvalósul. Ők egy ilyen aranykort képzelnek a középkor A helyére. kommunisták is a jövőre vetítették. Igen, a kommunisták Abszolút. is a jövőre vetítették. Ők a múltra. És igen, ők a múltra vetítik, és azt állítják, hogy ez a múlt visszatérne, és a vérnek újra fensége lenne. Te hány, hányszor beszéltél, vagy írtál arról, hogy a vér fensége az micsoda jelentőséggel bír? Hát a vér felsége című tanulmányomban részletesen kitértem a kérdésre de csak egy 30 oldal tudtam neki szentelni, és ebből 20 volt a lábjegyzet. Nekem minden egyes tanulmányomnak ez a címe és a témája. Egyébként, hogy tisztázzuk, hogy mi, mit hadovál össze ez a szerencsétlen. Tradicionális júgák, vagyis világkorszakok tana, amely egyszerre világkorszakként és tudatállapotként vizsgálja a világkorszakokat, ezek hindu doktrinák, azok megkülönböztetnek aranykort, ezüstkort, bronzkort és vaskort, vagy sötétkort. Jelenleg a júgák tanasz szerint ez a kali nevű sötétkor fázisában van az emberiség története. Semmilyen módon nem beszél senki arról, hogy középkorban aranykor lett volna. Noha a középkor jóval a fénytelibb szellemi értelemben jó volt a fénytelibb időszak volt, amiről mondjuk egy metafizikáról író szerző, mint mondjuk Puzsér, Legalábbis játszunk el a gondolattal, hogy ő az. Miután megemlékezhetne, hiszen Aquinoi Szent Tamás, vagy Kuzánusz, vagy Szent Bonaventura, hogy csak ilyen kisebb neveket említsünk kisebb az idézőjelben, szintén nagyon komoly metafizikai tartalmú műveket tett le az asztalra, amit egy ilyen érdeklődésű, ilyen mély metafizikai érdeklődésű ember, mint Puzsé Robert illene, hogy figyelembe vegyen, vagy legalább szóvá tegyen. Könyvében azért az is nagyon egyértelműen megmutatkozik, hogy a, Az evolucionizmust azt kanyar nélkül beveszi. És ez azért meghökentő egy olyan ember esetében, aki Hamvas a tanítványnak gondolja magát, és ilyen értelemben egy átlagemberhez képest sokkal nagyobb hitelt kellene adnia a tradicionális szövegeknek, vagy ezt úgy kell elgondolni, hogy bizonyos dolgok, amiket tetszenek, azokat elfogadok, más dolgokat meg inkább így elutasítok, így ma mazsonázgatok közöttük, hát ez pontosan a New Age, az, az pontosan ugyanígy működik, még hogyha evolúcionista is marad legalább, ne spórolja meg magának azt, hogy ö, egy kicsit eljátszik a gondolata, hogy talán mégsem így volt ez, vagy hogy van ez. Most akkor van fejlődés, nincs fejlődés, de nála ez egy ilyen teljesen kőbevésett igazság. Akkor ő... a szellemnek, bocs, az a brahmanak azt is ott a, az... Igen, de... Az nem vérségi. De, 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 dinasztikus, dinu... de, 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 ha... Hozzáfűzném, hogy de azért a vérség az fontos, csak azt kellene világossá tenni, hogy ez egyetlen egy komponens, és a legkevésbé fontos komponens. És ezt evol például a Rasszok és a Tradíció című könyvében nagyon szépen körüljárta, ahol a materialista rasszizmust kritizálva elmondja, tehát hogyha azt vizsgáljuk, hogy szellemileg ki a legmagasabb rendű, akkor ott a lelki és azon felül a szellemi szinten ki milyen mélyen éli meg a dolgokat, és ezt mintegy így kiegészítheti, vagy egy ilyen biológiai szinten is alátámaszthatja az, hogyha valaki rasszügyileg is rendben van, hogy most így fogalmazzak. Megint, tehát hogyha ismernék ezeket a szerzőket, akkor nem hadoválnának ilyen orbitális baromságokat. De a Jó. tradicionális világ dinasztikus a Európában is. Na, de a könyved itt az érdekes. Na, várjál is, Na várjál, a különbség. A bulvár, hát most. A, erre metafizikai tradíció. A különbség a, ahhoz képest, ahogyan a Hanvas Béla tradicionalista, az hogy a Hanvas Béla az azt érti tradicionalizmus alatt, hogy a szent szövegekből, az ősi szent szövegekből kell kiindulni. Azok az a, alapjai a világról való gondolkodásnak. Tulajdonképpen az ő tradicionalizmusa az az, hogy úgy ébredtünk fel, Térben és időben, ebben a riasztó és szorongató térben, és ebben a világban, amiben a belevetettségünket nem értjük, hogy kaptunk használati utasításokat. És ezek a használati utasítások a szent könyvek. Megkérdezném, hogy ki tagadta ezt, vagy ki nem követte ebben hamvast? Sőt, hát ez igazából közelebb áll a tradicionális szellemiségű körnek a szemléletmódjához, meg gyakorlatához. ez teljesen egy szalmabáb érvelés, vagy egy hamis dilemma, amit ő követ most. Sőt, nem csak a szemlélődési alap, hanem az életgyakorlat alapjának is tekintik a szent könyveket. És az egyetlen értelmiségihez, vagy inkább akkor úgy mondom, hogy egyetlen szellemi emberhez méltó művelet, az az, hogy ebből kell kifejteni az igazságot, ebből kell kiindulva kell megérteni a világot. Igen. Ez, egy tradicionalizmus, mint egy filozófiai gondolat, mint egy ismeretelméleti gondolat. Ez egy, ez egy teljesen, má, teljesen mást jelent. Semmi köz a politikához, meg a hatalomhoz. Ez egy világnézet. Ez filozófia. Az meg politika. Meg, meg a történelem, de hát a történelem is politika. Történelem magyarázat. Ma. Igen, na ez. És ez ez, ez, ez ez különbözik. De ők ezt nem veszik tudomásul, és azt mondják, hogy mi a fasz képzel a Puzsér, ahelyett, hogy marxista lenne, betör ide, és el, elorozza ezt a fogalmat, hogy metafizika. Tőlünk, akik akik valami egészen más. Nem az Igen, az igazából, igen az és, 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 és igen, és lefoglalták. Igen, lefoglalták. Igen. Most szerintem az a legfőbb probléma ezzel a megfogalmazással, hogy egy ilyen elméleti torna gyakorlatként fogja fel ezt az egész uh, hambasi szemléletet. Tehát, hogy egy ilyen filozófiának nevezi, meg egy ilyen rátekintésként, meg ilyen egy alapként, amiből aztán további gondolatok így kibontakozhatnak. És a Buzsérnak, ahogy figyelem itt a gondolatait, talán az az egyik legnagyobb hibája, hogy ezt a gyakorlati ugrást nem képes megtenni. Talán a Hambasnak a műveiből nem feltétlenül jelenik meg ez, meg hogyha megvizsgáljuk az ő életét, hogy volt azért egy ilyen antiklerikális, intézményesülés ellenes hozzáállása. De azt azért mégis kijelenthetjük, hogy azok a dolgok, amikről beszél, azok a szellemi dolgok, hogyha valaki azokat komolyan megfontolja és megrágja, akkor abból egyenesen következhet az, hogy a gyakorlat útjára kell lépni. És mintha ez fel se vetődne benne. Tehát van egy másik videója, amiben szintén promózza ezt a csodálatos könyvet, és ott nem beszél benne, hanem ilyen kartonlapokat tart maga előtt, amire szöveg van írva, és akkor azokat ledobálja ott maga előtt. És akkor abból pár ilyen rövid részt kigyűjtöttem, így hangzik. A vallási dogmákból kiúzanottam. de nincs istentelenség, csak túlszűk fogalmi mező. Minden szervezet vallásból kizuhantam szobrok omlanak össze, az Isten nem omlik össze. És ebből egy nagyon jól kirajzolódik, hogy ennek az embernek pontosan az hiányzik az életéből, ami egy ilyen összekötő kapos lenne az ember és az Isten között, mégpedig a hagyomány. És ő valahogy pont egy ilyen közbeékelődésnek fogja fel ezt, mint hogyha pont az lenne, ami így elválasztja őt. És nem jön rá arra, hogy egyénileg az, hogy én otthon így elgondolkozgatok egy dolgokon, meg könyveket írok, az nem jelenti azt, hogy szívben is a magamével fogom tenni ezt az igazságot. Mert ez itt a döntő dolog, hogy az ember rítusokat végez, imákat mond, részt vesz az Isten és stb. Folyamatosan gyakorolja és ismétli azt az aktust, hogy most is szimbolikusan fogalmazva a szívébe vigye be a tanítást és az igazságokat. És ez az a pont, amit egyébként sok tradicionalista sem tud megtenni, és hogyha valamiért, akkor emiatt lehetne őket kritizálni. És hát a, egy, ez egy nagyon fontos kérdésről még nem beszéltünk, hogy szerinted tud-e a Farkas Attila Márton jól aludni azóta, hogy hát megjelent -e egy fordítás, egy elég komoly alapműről, gyakorlatilag a buddhizmus Bibliájának is lehetne mondani, Majjima Nikája, buddha közép hosszúságú beszédei, amit hogy, hogy nem, német László Levente fordított, aki történetesen egy tradicionalista Sőt, még azt is említette egy interjúban, hogy eleve a buddhizmus felé fordulásában pont Julius a felébredés doktrinája című könyve inspirálta. Reméljük, hogy nem, fam nem nézi meg ezt az interjút, meg kiugran az ablakon tőle. Alapmű, és 20 éven keresztül valahogy ezt ott a buddhizmust a főiskolán senki nem tudta abszolválni, tehát addig vártak, míg végre egy, valahonnan előbukkan egy tradíció, és, és ezt megcsinálják. De persze egy, ez egy jelentéktelen szekta továbbra is. De hogyha mondjuk már megbékélt a gondolattal, fam, hogy megjelent egy ilyen könyv, akkor van egy rossz hírem a számára, mert pont a napokban jelent meg egy másik könyv, pont Hamvas Béláról, az Isteni Eredet Tudata címmel, ahol a különféle hagyományokhoz való viszonyát eléggé alaposan vizsgálják sok-sok lábjegyzettel Puzsér Róbert örömére. Szerintem egy ilyen könyvet több újra születés alatt sem lennének képesek megírni, sem hosszúságában, sem minőségében. Ez volt a reakció videó, reméljük, hogy egy pár fokkal talán jobban sikerült, mint fókuszcsoport Ádám böfögései. A metafizika az ember életében egy kulcsfontosságú terület. Ha valamit Puzsér elért a könyvével pozitív értelemben, az az, hogy esetleg emberek elkezdenek a metafizikáról gondolkodni. Ami miatt mi erről az egészről beszélünk, az az, hogy nagyon kulcs jelentőségének tartjuk metafizikával való foglalatoskodást, mert úgy gondoljuk, hogy ezen a vonalon tud az ember valódi önmagához közelebb jutni, Istenhez közelebb jutni, és a végső valóságot megismerni. Nem az a lényeg, hogy az embernek vannak kitüntetett szerzők az életében, akikért rajong, és másokra is rá akarja erőltetni. De az a lényeg, hogy ők mit mondanak, mire akarnak rávezetni, és hogyan akarják azt demonstrálni, milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy a metafizikával egy bensőségesebb viszonyt alakítsunk ki. És ehhez nem elég a puzérféle individuális okoskodás. Azért az ember kap egy értelmi kritikát, akkor tényleg elgondolkodik magán. De az a jó, hogy egyébként az ostobaság meg az arrogancia az ilyen szervesen kötődik egymáshoz. És nem csak, hogy hülye, mint a segg, nem csak, hogy teljesen tájékozatlan, és azt se tudja, kivel beszél, de ráadásul olyan fellépése van, olyan arca van hozzá, mintha fogalma lenne arról, de a világát se tudja.